Szoftverfejlesztés kategóriában lett az országos szintű informatikai verseny első helyezettje az újbezdáni Pálinkás Zoltán, a Pélmonostori Szakközépiskola tanulója. Az általa készített applikáció a horgászversenyek pontozásában teszi egyszerűbbé a zsűri munkáját. Erről az alkalmazásról mesélt nekünk, melyet a horgász szenvedélye ihletett. Pálinkás Zoltán hobbija a horgászat. Kedvence az úszós technika, több csapatversenyen is részt vett már, de elmondása szerint az utóbbi időben a tanulmányai miatt kevesebb ideje jut a pecázásra. A versenyeket is hanyagolja, de ha csapatának szüksége van rá, mindig megpróbál időt szakítani a sporthorgászatra. Pálinkás Zoltán vagyok, Újbezdánból 17 éves vagyok jelenleg. Szabadidőmben horgászok, néha focizok, és nem néha, hanem aktívan játszok egy sportcsapatnak. Középiskolába járok, Monostorra, számítástechnika irányzatra, és körülbelül ennyi. Szabadidőmben programozok is, applikációkat készítek. Pont emiatt kerestük fel Zoltánt egy áprilisban megtartott országos szintű informatikai megmérettetésen, az első helyezett lett saját készítésű alkalmazásával. Eljött az idő, hogy 8-os voltam, és akkor most akkor hova is iratkozzak, milyen középiskolát válasszak. És akkor jött az ötlet, hogy valami informatika irányzatot, mivel szerettem gépen lenni, játékokat játszani, szabadidőmben talán az internetet böngészni, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor legyen a számítástechnika, és akkor még ennél maradtam. Leginkább a programozás az, amiben megtalálom magam, amit élvezek, ahol tudom mutatni a kreativitásomat, és tudok készíteni dolgokat, amiket szeretek. Az országos informatikai verseny témakörei az algoritmusok, az informatika alapjai és a szoftverfejlesztés voltak. Középiskolás kategóriában 42 versenyző indult, ebből 10 kapott meghívást az országos döntőbe. Közéjük tartozott Pálinkás Zoltán is, aki mentora, Szalai Márió biztatására jelentkezett a versenyre, és a szoftverfejlesztés kategóriában országos első lett Fiskon nevű számítógépes, mobilos és internetes alkalmazásával, melyet horgász szenvedélye ihletett. Igen, jöttem. Az ötlet, hogy készítsek valami applikációt, és utána jött a mentorom, és a felkészítő tanárom, aki felajánlotta, hogy részt vegyek egy ilyen szoftverfejlesztő versenyen, és akkor végül sikerült eljutnom az országos szintig is, és meg is nyerni. Először is kellett egy ötlet, hogy akkor mit is csináljak. Amikor megvolt az ötlet, utána el kellett kezdeni készíteni az applikációt. És utána belekezdtem, csináltam pár hónapon át, utána az applikációhoz, a versenyhez kellett írnom egy dokumentációt is, kellett készítenem egy rövid kis videót az applikációról, hogy az hogy is működik, be kellett mutatnom, és akkor ezt mindezt elküldeni nekik, és akkor a megyei versenyen élőben elő kellett adnom a versenybíróknak az applikációt. Az applikációt a horgászbírók számára készítettem, hogy segítsek nekik a versenyek mondjuk úgy elrendezésében, előkészítésében, és hogy az adatokat könnyebben be tudják vinni, ellenőrzi őket az applikáció, kiszámítsa az eredményeket, megmutassa őket. A horgászversenyek pontozását táblázatban vezetik. Ezt a munkát szerette volna megkönnyíteni az alkalmazással, amely jelentősen leegyszerűsíti a felhasználó munkáját. Ez nem csupán egy versenymunka, hanem a gyakorlatban is használható alkalmazás. Először is, amikor megtanultam egy picit programozni, először is elgondolkoztam azon, hogy mit is csináljak most, milyen applikációt, és akkor jött az ötlet, hogy mivel van egy kis horgászmúltam, és tudtam, hogy hogy vannak ezek a versenyek előkészítve, megrendezve, és akkor láttam, hogy ott azért lehetne javítani a dolgon, és akkor gondoltam, csinálok egy applikációt ennek a problémának a megoldásaként. A Fiskon fejlesztése során sok új dologra lett figyelmes. Eleinte számos nehézségbe ütközött, ugyanis a programozás terén mindössze egy évnyi tapasztalattal rendelkezik, így rengeteg dologgal először találkozott.
amikor például a mobiltelefonos verzió kidolgozásába kezdett, egy számára teljesen új programozási nyelvet kellett megtanulnia pár hét alatt, ugyanis egy hónap állt rendelkezésére a megyei és az országos verseny között. Egyszerűen lehet nehéz is, lehet könnyű is. Minden az embertől függ, hogy neki most mennyi tapasztalata, mennyi ötlete. Én a C# programozó nyelven írtam a desktop applikációt, a mobil és a web applikációt pedig a Flutter és a Dart programozói nyelven. Zoltán ezúton is köszönetét fejezi ki tanárának, Szalai Máriónak, akire a felkészülése során mindig számíthatott, aki sok hasznos tanáccsal látta el, és már neki láttak egy újabb fejlesztésnek is. A mentorom feldobott egy ötletet, hogy akkor most mit is lehetne csinálni. Sajnos a témát nem árulhatom meg, mert privát körzetben próbáljuk tartani, ami persze az applikáció egy picit nagyobb erőfeszítésre számomra, mint ez a Fiskon, amivel megnyertem az országos döntőt, de azért keményen dolgozom rajta. A versenyen elért eredménye hozzásegíti az egyetemre való bejutáshoz. A programozás középiskolai tanulmányai alatt keltette fel érdeklődését, így ezen a területen szeretne tovább tanulni, és tanulmányai végeztével ezen a téren helyezkedne el, mert egy keresett és jól fizető szakma ez, sőt kreatív foglalkozás is egyben.